Köszöntünk benneteket, nagyon örülünk mindenkit, akit látunk, és külön örülünk annak, hogy egy csomó mindenkit nem látunk, mert addig ér a tömeg. Azt már most jelentetjük, hogy 100-nél biztos, hogy többen vagyunk. 100 méter előrébb hoztuk a színpadot, hogy az ellentüntetőkkel még érintkezési pont se legyen. Hát sajnos elérünk odáig, vagy szerencse, hogy elérünk odáig. Üdvözlünk mindenkit, reméljük hallatok. Hallatok? Megnyitjuk most a rendezvényünket. Szabadnak születtünk, és szabadunk is szeretnénk maradni. Erről fog szólni a teljes demonstráció. Kövessétek kérlek minden elhangzott szót, pergős, tömör beszédek fognak következni. Legelsőként engedjétek meg, hogy felvezessük és beiktassuk Magyarország első alternatív köztársasági elnökét, dr. Dobman, dr. Pityinger Lászlót. Fogadjátok szeretettel! Halleányok! Hazafiak! Üdvözöllek titeket! Halljam a hangotokat! Éltek, itt vagytok! Alternatív elnök! Magyarországon most már a köztársaság is csak egy alternatíva, nem? De ezért megéri harcolni, nem? A szabadságért megéri meghalni, de megéri élni, nem igaz? Miről szól 48? Azon kevés magyar ünnepek egyike, azon kevés alkalmak egyike, ami arról szól, hogy a magyarság összefogott egy magasztos, egy fantasztikus célért, és győzelmet aratott, nem? Akkor miért fordítunk egymásnak hátat? Miért hagyjuk ezt? Szeretnék üzenni a hatalomnak, és úgy, ahogy azt a legjobban tudom, egy dalszövegben felolvasom, mert a zenével esetleg az idősebb korosztályt megzavarom, és ezt nem szeretném. Imádom és ölelem őket is keblemre. Én keblemre ölelem az egész népet. Hallgassátok meg a költeményem. Régen parázott itt az egész világ, mert mindenki félte a magyarok nyilát. Mára nem maradt ebből semmi, mert mostanság jobb szeretünk egymásra lőni. Pedig másokra sem kéne, csak többet hallgatni a józan észre. És az, amit a tükörben látsz, nem külön, mint azok, akiket bíráz. A vérontás nem hoz ránk szebb jövőt, ha ilyen egyszerű, hát akasszunk elnököt. És imádjuk az újat, majd az is ad egy nagy pofont a szarnak. A bajnak az oka legbelül mélyen, hogy el van butulva az elátkozott népem, és az majdnem egyenlő a gonoszsággal, ezért nyomhatnak el a megosztással. Mi mindig valami ellen vagyunk, de a legnagyobb ellenségünk a saját magunk. Nálunk lelkesebben szerintem senki a világon nem bánik el a fajtájával, és csak akkor nem törődik a más dolgával, ha segíteni kéne. Nagyobb bánat nincsen, mint ha túl sok a pénze. Az ellenségnek vagy a barátnak egyből anyázunk, mert biztos loptak, de ha nem teszik testvér, tuti, hogy szopni fognak. Mert Magyarországon nem az ember legjobb barátja a rendszer, és a kurucinfó nem a hibásra mutat. Hidd el, a ludas, a kollektív tudat. Én is utálom a vezetőket, de bassza az élet, mi neveltük őket. Ne ítélj, hogy ne ítéltess! Tudom, árják! Megint egy tetves zsidótól ítéztem, de mit csináljak, hogyha ő a példaképem? Csibészt az utca nevert belőlem a túlélésem érdekében. Álmodok egy szebb világról, ami a harc helyett a béke jobbról szól,
ahol a törvény helyett a szív a kontroll, és a szegényeknek is jut szponzor. Így lehetünk mi jobbak, ha megszeretjük önmagunkat, és elhagyjuk a bánatunkat, mert aki magát legyőzi, az mindent megkap. Magyar vagyok, zsidó vagyok, cigány vagyok, kevert vérű árja vagyok, magyar vagyok! Ti itt, akik itt vagytok, már legyőztétek a démonjaitokat, egy jó úton haladtok. Reméljük, hogy sikerülni fog ez a többieknek is. Köszönöm szépen! Hajrá Magyarország!